Szerbusztok! Mai videóban egy kis, még egy pici adalékot szeretnék nyújtani ahhoz, amit a Rákosi diktatúráról beszéltünk, illetve a Nagy Imre első miniszterelnökségét is átvennénk, és ezzel gyakorlatilag az 1956-os forradalomnak az előszobájába jutunk, tehát az 56 előtti hangulatot próbáljuk a végén megragadni. Igen, az ott egy mosható pelenka, egy mosiperus, de szerintem ma így velem fog utazni, így a Rákosi korszakon keresztül. Na, kicsit szugeráljátok ezt a képet, és szeretném, hogy mindenki elgondolkozzon rajta, hogy mi a benyomásotok, ha látjátok ezeket az embereket. Most remélem, hogy olyan dolgok így felmerültek bennetek egy picit, mint hogy kicsit szegényesebb az öltözékük, ugye az látszik rajtuk, akkor nem annyira jó módúak, de leginkább, tehát ha belegondolunk, hogy az 50-es években Amerikában már mi ment, ugye már kezdett beindulni a Jampi korszak szép lassan, ahhoz képest ugye azért ez egy jóval szerényebb körülmények között élő társadalom, és ez látszik is szerintem a képeken. Remélem még az is feltűnt nektek, hogy nagyon sok helyen tömeg van, tehát hogy sokan, sokan vannak az emberek. Ennek majd hogy mi az okai, erről majd fogunk egy picit beszélni. És így sok mindent elmondtam már a Rákosi korszakról, és ugye emlékeztek arra, hogy mint a munka irányából, mint a propaganda irányából, mint az AVH segítségével, tehát az erőszakszervezet segítségével gyakorlatilag ellenőrizték, kontrollálták és atomizálták, ez annyira jó az a szó, a társadalmat, ugye, hogy mindenki egyedül legyen a családjával, még csak eszébe se jusson azt, hogy beszéljen a szomszédhoz, és hogy felmerüljön a politika, ne adj Isten azt, hogy a rendszer az mégse a legjobb, mint ahogy a hivatalos propaganda mondta. Tehát erről már sokat beszéltünk, na még egy-két ilyen eszközt felsorolunk, jó? Tehát munkahelyekről már beszéltünk, de nem említettem még azt, hogy a legtöbb munkahelyen szintén párt szervezetet hoztak létre, tehát a legtöbb vállalatban volt egy párt megbízott, vagy párt titkár, és illett párt tagnak lenni, és ezek a párt, aki párt tag volt, volt egy ilyen vörös párt könyve, az előnyben részesült. Illetve a vállalatok igazgató tanácsai mellett, tehát a vállalatok vezetői mellett is mindig állt egy párt funkcionárius, aki beleszólt abba, hogy hogyan működjenek a vállalatok. Tehát gyakorlatilag az összes munkahelyet átitatta a magyar dolgozók pártja, amúgy tudjuk, hogy a kommunisták által vezetett összeolvadás. A szakszervezeteket megtartották ugyan, ugye az egy klasszikus baloldali dolog, de elvették tőlük az eredeti funkciójukat. Tehát már rég nem arról volt, hogy a szakszervezetek a magasabb érekért és a jobb körülményekért küzdenek, mert akkor azt a hanovizmust biztos nem írták volna alá, egy normális szakszervezet. Ilyen formális feladatokat kaptak, mint az üdüléseket és stb. Üdüléseket és sorsalásokat és ilyen mindennapos dolgokat, csipcsup dolgokat intéztettek velük. Nagyon fontos, hogy az önkormányzatokat megszüntették, a városi és községi önkormányzatokat, és helyettük tanácsokat hoztak létre. Én még 10 éve is hallottam azt Sopronban, hogy valaki azt mondja, hogy megyek be a tanácsházára. Tehát nem azt mondták, hogy az önkormányzathoz, hanem hogy a polgármesteri hivatalba, a polgári jenő úrhoz, hanem a tanácsra. És nyilvánvalóan, hogy ugye ezeket is mind a párt irányította. Két apróság, ilyet apróságnak tűnik, de 49-től indul el az, hogy a közterületeket elkezdik átnevezni. Amúgy már a háború után is
Rögtön a háború után megkezdődik ez. De kérdezzétek meg picit a szüleiteket, a Sopronban régen hogy hívtak egy-két utcát. Ugye gondoljunk itt a sok Felszabadulás utcára, vagy Körútra, vagy Lenin, Stalin nevét viselő utcákra. Érdekes, hogy Rákosiról nem neveztek el azért, tehát ő a magáról nem akart elneveztetni. Minden más amúgy igen, de a közterületet nem. Illetve egyéb kommunista mártírokról neveztek el köztereket, és ez szerintem azért egy nagyon fontos dolog, mert ezzel minden nap találkozunk, és aki minden nap találkozik Lenin nevével, az szép lassan megszokja. Aki minden nap találkozik azzal, hogy felszabadulás, az egy idő után úgy kezd tekinteni a szovjetek bejövetelére, hogy tényleg felszabadulás. Érdekes, hogy pont a napjainkban zajlik jobboldali politikusok felől egy petíció, hogy ugyanúgy a rendszerváltozáskor ezeket visszanevezték, tehát újra megkapták a régi nevüket, vagy kaptak egy új nevet, de még mindig kis falvakban renget, még mindig találkozunk Leninnel, Gagarinnal és egyéb kommunista mártírokkal. Itt Sopron Köhidán is teljesen érdekes. Nézzétek utána, ki volt például a Krajcz Rezső vagy a Pesti Barnabás. Na, a másik átnevezés pedig az ünnepekbe is belenyúltak, mint lehet, hogy láthatjátok az első folyát, majd ha megnézitek, a augusztus 20-a az az arató ünnep, vagy a kenyér ünnepe lett, ugye Szent István ünnepe helyett, illetve a karácsony télapó helyett, vagy a Mikulás helyett is ugye jött a télapó, illetve a karácsonyt is megpróbáltak egy ilyen fa ünnepé degradálni. Nyilván ez azért nem mindig sikerült. Fontos még a munkahelyeken az, hogy, illetve az egész társadalomban, hogy ugye akinek munkás és paraszti származása volt, az előnyt részben, tehát sok helyen előnyt élvezett a reakciósokkal, volt arisztokratákkal, nagy Isten, vagy kulákokkal szemben. És volt is egy mozgalom, az úgynevezett nékosz, ahol a vidéken próbálták megképezni a munkás és paraszti származású fiatalokat. De ez a nékosz kicsit elment ilyen, hát ilyen középutasabb, kicsit ilyen kisgazdásabb irányba, ezért egy idő után feloszlatták. A rendszerre amúgy jellemző volt, hogy folyamatos, gyorsított képzéseken nevelték ki az új vezetői állományt. Ugye miért? Mert akiket megbízhatatlannak ítélt a rendszer, azok nyilván nem helyezkedhettek el közép vagy felső vezetői pozícióban, tehát például nem lehetett belőle egy részlegvezető vagy egy osztályvezető egy vállalatnál, ne adj Isten igazgatót, biztos nem. Aki például kulák sarj volt, vagy akinek a szülei, vagy ő maga a Horthy rendszerben bármilyen funkcióval bírt. Ugyanez nem írtam ide, de érdemes megjegyezni, hogy ugyanez jellemző a hadseregre is. Ott eleinte megtartották a Horthy statisztikart, mert hát szükség volt rájuk, mert különben nem lett volna, hogy ki irányítsa a hadsereget. Szép lassan viszont, ahogy ilyen gyorsított képzéseken felnőtt ez az újfajta nemzedék pár év alatt, és már el tudta látni úgy, ahogy a funkcióit, akkor megszabadultak tőlük. Magyarországon is voltak tábornok perek, és rengeteg Horthy statisztet eltáborítottak, illetve kivégeztek. Igen, mi lett ezeknek a gyorsított képzéseknek az eredménye? Az, hogy, mint mondottam, már rengeteg funkcióba olyan emberek kerülnek, akik igazából nem rendelkeznek megfelelő szakmai tapasztalattal. Tehát a gazdaság gyászos és gyatra teljesítő képességéhez az is hozzájárult, hogy fontos pozíciókban ültek hozzá nem értő emberek. Nagyon fontosak voltak még a pártiskolák. A pártiskolában végzettek, illetve a pártiskolák oktatói is járták az országot, járták a vidéket, és nagyon fontos dolguk az volt, hogy átneveljék úgymond a társadalmat, és jó, engedelmes párttagokat kovácsoljanak belőlük. Illetve mindenképpen beszéljünk a káderekről, ugye a párt káderek. Kádernek hívjuk azt az embert, aki
aki párttag és a rendszernek valamilyen módon a haszon élvezője. Jó, ez fontos dolog, jegyezzétek meg ezt a szót. A nőkről már kicsit beszéltünk. Nyilvánvalóan, mivel nagyon kellett a gazdaságot feszíteni és hajtani, ezért a nők munkába állása elkerülhetetlen volt. Mind az iparban, mind a mezőgazdaságban, sőt, még a propagandában is megjelennek, gondoljunk itt a traktoros lányok nagy propaganda képére. És igen, és ezeknek a nőknek gyakorlatilag az volt a feladata, hogy nem, hogy csak dolgozzon, de lehetőség szerint szüljön minél több gyereket, ugye arra az kukorszak alatt, illetve van egy jó forrás a könyvben, hogy kérje számon a férjétől azt, hogy teljesítette a normát, vagy hogy kellően sokat dolgozott-e, hogy ne legyen rest. Tehát az asszonyoknak lett egy ilyen ellenőrző feladatuk is. Fontos, ugye beszéltünk az iparról, megjegyezni azt, hogy több százezerrel nő az ipari dolgozók száma ebben az időszakban, viszont a rendszer nem gondoskodik arról, hogy ezeket el is helyezze ezt a sok munkást. Tehát a faluról a városba beáramló emberek, dolgozóknak nagyon nagy része ingázott. Ezek voltak a híres, hírhedt fekete vonatok. Vidéki perifériákról érkeztek ipari környékek felé, akár például Budapestre. És őket is láttuk a képen, és embertelen körülmények között órákat utaztak minden nap ezek a munkások. Illetve nagyon sokuk ilyen nagyon kezdetleges munkásszállókban helyezkedett el. A lakhatási probléma az amúgy permanensen jelen van a rákosi rendszerben, ugyanis ugyan építenek rengeteg gyárat, és építenek rengeteg nehézipari komplexumot, de egy valamit nem építenek, utakat, tömegközlekedést fejlesztik, és nem fejlesztik a lakásépítést sem. Tehát azt ugye megcsinálták, hogy a régi nagy polgári lakásokat feldarabolták, csináltak belőlük több kicsit. Nekem például volt egy olyan lakásunk, nekünk volt egy olyan lakásunk, ami hasonlóképpen lett így feldarabolva. Tehát valószínűleg egy régi polgári szalonos nagy lakást osztottak fel több kicsi lakásra. És ezt úgy csinálták, hogy volt egy konnektorunk az előszobában, ahonnan ha áramot vettem, akkor nem tekeredett a villanyórám, tehát az valószínűleg a szomszédhoz volt bekötve. Tehát ezt ilyen hirtelenjében csináltak, ez egy jó kis példa. Sok esetben cserédlakásokból csináltak új lakást, és vagy háromszobás szalonos polgári lakásokból három kicsi garzont, hogy megoldják ezt a helyzetet. Ezek ugye ilyen nagyon hevenyészett és hát a kulturális örökséget nagyon erősen tönkretevő lakások voltak. A közlekedés elhanyagolása pedig ugye láthattuk a kép, hogy lógnak az emberek a villamoson, mert egyszerűen nem volt elég villamos, illetve állandóan tele vannak a vonatok. Jó, összességében tehát elmondhatjuk, hogy az életszínvonal az folyamatosan romlik ebben a korban. Van a könyvben egy ilyen statisztika az árucikkek áráról. Nagyjából elég azt megnézni, hogy igazából 38-hoz képest, tehát a háború előtti időszakokhoz képest, gondoljunk itt, ez az Imrédi, Darányi és Imrédi váltása volt körülbelül, nem nagyon történt változás az 50-es években. Tehát eltelt, hát mondjuk azt, hogy 38-tól fogva, a Rákosi korszak végéig 15 év, de az emberek mindig úgy élnek, mint 38-ban. És ezt nem lehet a háborúra fogni, normális országokban, ahol nyugaton, ahol ugye segélyeket kaptak és megindult a gazdaság, az 50-es évek elején azért már kezdtek sokkal jobban élni, mint a háború előtt. Na, beszéljünk viszont mindenképpen a sportról. Ugye a sportnak kardinális szerepe volt a Rákosi rendszerben. De mondhatjuk azt, hogy egy jót tettek a társadalommal, rengeteg sportklubot alapítottak, és nagyon
impozáns eredményeket értünk el, akár az atlétikában is, és egyéb sportokban, de ugye a futball a legfontosabb talán. De ez nem azt jelentette, hogy Rákosi annyira kedves és aranyos bácsi volt, hogy mindenkit hagyott focizni, hogy fontos, hogy a sportnak elsősorban milyen szerepet szántak. Gondoljatok bele, készülünk a harmadik világháborúra, ugye ezért van ez a nehéz ipari fejlesztés, ezért sportoltatni kell az ifjúságot, hogy jó karban legyenek egy háborús konfliktus esetén. Kettő, ugye a sport egyesületeket is irányították központilag, tehát ezek is gyakorlatilag a társadalom ellenőrzésének egy eszközei voltak. És hogy ebben a légkörben ki tudott nevelődni egy fantasztikus, hát illetve ők már nem itt nevelődtek ki, ugye, de ekkor értek gyakorlatilag a pályafutásuk csúcsára, hogy ebben a légkörben ki tudott nevelődni a zseniális aranycsapat, az talán egy nagyon nagy érdem ezeknek a sportembereknek a részéről, hogy egy ilyen nyomott, sötét, diktatórikus légkörben is tudtak koncentrálni a sportra, és gyakorlatilag a mindennapi gondokat félretéve hatalmas győzelmeket arattak. Ugye a leghíresebb az a Magyarország-Anglia, a híres nevezetes 6-3, az 53-ban van. Ugyanakkor 54-ben egy mai napig is nagyon vitatható mérkőzésen az aranycsapat puskásék kikapnak az NSK-tól. Nagyon érdekes dolog itt kicsit megnézni azt, hogy gyakorlatilag sportról beszélünk, foci meccsekről, ugye? Hogy milyen hatása vannak a társadalomra. Tehát az 53-as 6-3, ami gyakorlatilag tényleg a legrosszabb időszakban következett be, ami itt a Rákosi rendszer legsötétebb, kommunizmus legsötétebb időszakában. Ez olyan volt, mint egy ilyen fény. Egy csepp öröm, egy csepp felszabadultság, egy csepp boldogság, ami az emberekkel elfeledtette azt, hogy gyakorlatilag egy milyen nyomorúságos társadalomban élnek, és a rendszer is úgy tekintett rá, hogy na, megmondtuk, mi tényleg egy jól építjük az országot, mert hát a futballban is megvertük a kapitalizmus egyik bástyáját, Angliát. És ugye a 6-3 után jött még egy 7-1, ami a visszavágó, ahol szintén elkalapáltuk őket, ki ezt nem tudná. Az 54 viszont a berni világbajnokságon, amikor az NSK 3-2-re kiveri a magyarokat, itt bejátszott a stoppos cipő, az eső, sokan mondják, hogy a bírók a németek felé fújnak. Lényeg, hogy ezt elvesztettük, ezt a mérkőzést, és nem lettünk világbajnokok, csak ezüstérmesek, ami nyilván szintén nagyon szép. Ezután pedig kisebb zavargásokra is sor került az után. Tehát láthatjátok, hogy gondoljatok bele, mikor nemrég ugye Magyarország is jól szerepelt, akkor tehát így a Portugál 3-3-nál így senki nem nézte, hogy ki milyen politikai irányultságú. Tehát az emberek kimentek az utcára és egymás nyakába ugráltak. Tehát ez jó példázza azt, hogy a sportnak azért mégiscsak van egy társadalom formáló és összetartó ereje. Na, igen, két forrást mutatok még nektek gyorsan itt a végére. Nem egészen a végére mindjárt. Az egyik az az, hogy szépen látjátok, hogyha a 38-as béreket nézzük, ezt mondtam előbb, elég gyászosan állunk. Tehát van is egy tendencia, tehát 46-ban nyilván a háború után még rosszul állnak, 48-ban nem olyan rossz, de szép lassan 52-ig éra alatt az emberek havi átlagbére egyre kevesebb lesz, tehát ez mutatja, hogy mennyire szegényedik el a társadalom, és 54-ben lesz majd egy felívelés, erről majd mindjárt beszélünk. A másikat pedig az egy propagandának a klasszik bemutatása, hogy mit írt Rákosi elvtársról a szabad nép. Nyomjátok egy pauzét, és kicsit mosolyogjatok el rajta. Szerencsére mi most már mosolyoghatunk rajta, de akik annak idején ebben éltek, azok nem tudtak rajta nagyon mosolyogni. Ezért érdekes, akinek van ideje, az nézze meg a Tanú című filmet,
A Tanú című film az jóval később készült, tehát nem a Rákosi korszakban, viszont a Rákosi korszakról szól. Tehát a Tanú című film az már Kádár korszakban készült, és így viccesen próbálja meg bemutatni a Rákosi korszaknak ezt az abszurditását, ezeket a visszásságait. Ez egy nagyon jó alap megnézni. Ugyanakkor tudni kell, hogy akik megnézték annak idején a frissen, akik először megnézték a tanúfilmet, és még éltek a Rákosi korszakban, azok egyáltalán nem találták azt a filmet viccesnek, mert ők benne éltek. Tehát náluk tényleg mindennapos volt az emberek terrorizálása, és ezek a nyomorúságos életkörülmények. Jó. Egyetértünk tehát abban, hogy az ország helyzete 53-ra tényleg egy, mind gazdaságilag, mind az életszínvonalat illetőleg a tönk szélére kerül. Viszont 53-ban ugye meghal Sztálin, és az új szovjet vezetés leállítja az erőteljes sztálinizálást, és az egész Szovjetunióban ugye amnestia történik, a gulágokat már elkezdik kiüríteni, leállítják ezt az erőltetett fegyverkezést, mert rájönnek, hogy bele fog roppanni a szovjet gazdaság is, és erre figyelmeztetik a szovjet befolyás alatt álló országokat is. Rákosi viszont, mintha meg se hallotta volna ezt a kurzusváltást, ezért Moszkvába rendelik, és egy nagyon érdekes beszélgetésben elmarasztalják. Érdekes látni, hogy itt még Beria, Mikoyan, Molotov, Hruscsov is ott van, Malenkov is ott van. Tehát itt gyakorlatilag még nem zárult le, hogy ki lesz Sztálinnak az utódja konkrétan. Tehát még zajlanak a hatalmi harcok, és ez el is fog tartani még jó pár évig. De mindenképpen olvastatok el azt, hogy mit, ez nagyon jó forrás, hogy mit gondoltak a szovjet eltársak Rákositól, és Rákosi miért is csodálkozott? Ugye, tehát Rákosi kimentés igazából nem érti, hogy most mi a baj. Ő volt Sztálin legjobb magyar tanítvány, ő igazából hűen követte a sztálinista vonalat. Tehát gyakorlatilag azért túrják le, amit elmúlt években elvártak tőle, ameddig még Sztálin élt. És Rákosi, és nagyon sok magyar kommunista nem érti ezt a kurzusváltást, és ezért Rákosit, miután kritizálják, elmozdítják, maradhat első titkár, viszont az ország egy új miniszterelnököt kap. Ez pedig Nagy Imre, aki eléggé háttérbe volt szorítva az elmúlt időszakban, tehát tudjuk Nagy Imréről azt, hogy ő is moszkovita, de nem volt tagja ennek a... Ugye utoljára a földreformkor találkoztunk vele, és mivel nem igazán értett egyet ezzel az erőszakos sztálinizációval, ezért egy ideje már nem hallottunk róla, mert távol maradt a hatalomtól. 53 és 55 között viszont a szovjet utasításra miniszterelnök lesz, és megkezdi az új szakasz politikáját. Ez nem egészen két év. Mit lehet róla tudni? Eltörlik ugye a kuláklistákat, csökkentik a beszolgáltatást, előre megállapítják, hogy mennyit kell beszolgáltatni, tehát kiszámíthatóbbá teszik a parasztoknak a létét, a tervezését, beállítják az erőszakos TSZ-esítést, sőt, megengedik, hogy ki lehet lépni a TSZ-ből, aki nem szeretne termelőszövetkezeti tag lenni. Ugyan elég rossz feltételekkel történt, tehát nem biztos, hogy megérte, de azt, hogy mennyire utálták a gazdák a TSZ-t, az még mindig azt mutatja, hogy még a rossz, úgyhogy rosszul jártak, még így is kilép 39%-a a tagságnak. Emelik a mezőgazdasági árakat, tehát az állam jó áron fogja felvásárolni a termékeket. Az iparban és az állami alkalmazottak körében is emelik a béreket, és csökkentik az alapvető fogyasztási cikkeket. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, jobb lesz, javulni fog az életszínvonal. Láttátok azt a 80%-ot 54-ben, előbb mondtam, az innen ered. És nagyon fontos, hogy nem mindenkire, de
nagyon sokakra kiterjedő amnesztiát vezet be Nagy Imre. Tehát sokan, akik internáló táborokban vannak, hogy munkatáborokban vagy börtönben, azok politikai bűnökért, azok szabadon bocsájtatnak, és Péter Gábort, ugye az AVH hírhet vezetőjét pedig elítélik, és igazából életfogytiglant kap, de ez majd megváltozik, tehát nem fog ő mindig börtönben ülni, később majd kiszabadul. A forrás viszont nagyon fontos, az állami beruházásokról szól, és ha megnézitek, nagyon fontos kurzusváltás következik be. Tehát leginkább az ipart érinti, hogy a nehéz iparra eddig 41%-ot fordítottak, ezt tényleg lecsökkentik 30%-ra. Ami sajnos Nagy Imre alatt se javul, az ugye a közlekedés, az infrastruktúrára és az építőiparra ő se helyez akkora hangsúlyt. Csökkent itt valószínűleg az ipari üzemek építése miatt van ez az 1,1. Viszont, bocsánat, hülyeséget mondtam, a lakásépítést igenis fejleszti, kereskedelmet fejleszti, a szociális, kulturális beruházásokat fejleszti, és a mezőgazdaságot nagyon erőteljesen fejleszti. Tehát egy élhetőbb országot próbálnak létrehozni, ugye az erőltetett nehéz iparosítás rovására egy kiegyensúlyozottabb, több lábon álló gazdaság megteremtésén fáradozik Nagy Imre. Ez nem azt jelenti, hogy most itt kiléptünk a kommunizmusból, hanem ez a majdnem két év, ez a kommunizmusnak egy picit puhább, egy picit emberarcúbb változata volt. És az emberek csak ugyan fel is lélegezhettek. Viszont 55-ben változik a világpolitikai légkör. Itt, és pedig miért? Azért, mert ugye 54-55, amikor megindulnak a tárgyalások az NSZK újra felfegyverzéséről, és a NATO tagságáról, ugye NATO tag is lesz majd az NSZK, ezért újra szembeáll egymással a két blokk, tehát a USA és a Szovjetunió által vezetett frakciók. Hruscsov is egyre inkább megszerzi a hatalmat, aki támogatta, jobban támogatta Nagy Imrét, és Rákosi ellen volt, Malenkov háttérbe szorul, és ezért Nagy Imrét Moszkvába hívják, ő is kap egy Rákosihoz hasonló eligazítást, és kritikát, mégpedig azért, hogy túlságosan radikálisak a reformjai, tehát túl messzire ment ezekkel a reformokkal. És ne felejtsük el Rákosit, aki azért közben Moszkvába utazik gyógykezelésre, de folyamatosan próbál mesterkedni Nagy Imre ellen. Ez azzal jár, hogy Nagy Imrét menesztik, miniszterelnököt 55-ben, még a pártból is kizárják, gyakorlatilag minden közéleti tisztségétől megfosztják, és vissza kell vonulnia, és a súlytalan Hegedűs András lesz az új miniszterelnök. De ez igazából lényegtelen, mert Rákosi tér vissza, tehát a Rákosi Gerőklik fogja megint megragadni a kezdeményezést 55-től 56-ig. Ez pedig nagyon rosszul érinti az embereket. Gondoljatok bele egy jó hasonlat így a tavaszi és a mostani Covid szituáció, itt a karantén meg a kijárási tilalom, hogy tavasszal még mindenki úgy összedolgozott. Tehát azt mondtuk, hogy jó, van egy rossz dolog, mindenki kiposztolt, hogy maradj otthon, meg kuckózz be, meg milyen jó otthon lenni, kövessük az utasításokat, legyünk fegyelmezettek, ez volt tavasszal. Aztán ugye nyáron mindent szabadott csinálni, nyár volt az, amikor elmúlt ez a vész, kicsit fellélegeztünk, mind az emberek 53 és 55 között. Majd most össze, amikor megint visszajön az, ami tavasszal volt, ezt már sokkal nehezebben viseljük egy picit. Tehát mindenki berzenkedik, mindenki egy kicsit depressziósabb, vagy már síratja azt szép nyarat, amikor lehetett dolgokat csinálni. Na, az emberek is így érzik, tehát
Mivel látták, hogy úgy is lehet, ahogy Nagy Imre alatt volt, ezért egyre rosszabbul viselik a visszatért ilyen hardliner kommunistákat. Ugyanakkor újra enyhül a hidegháborús légkör, gondoljunk itt Ausztriára. Ausztria több szempontból is fontos lesz. Tehát mégse ugrik egymásnak az USA, vagy a NATO és ugye az 55-ben létrejövő Varsói szerződés, tehát a Szovjetunió és az USA nem ugranak egymásnak, sőt, megegyeznek, hogy Ausztria semleges lehet, tehát egy picit így enyhül a szembenállás. Ki is vonulnak a szovjetek Ausztriából, és ez megint egy nagy pofon lesz a magyaroknak, ugyanis mindenki azt várja, hogy akkor tőlünk is kivonulnak, mert ugye egészen eddig azt mondták, hogy itt azért kellett a szovjeteknek Magyarországon állomásozniuk, hogy Ausztriába biztosítsák az útvonalakat. Ezt nem biztosították most már, mivel Ausztriából kivonultak, de itt maradnak nálunk. És ez szintén egyre jobban idegesíti az embereket, fontos ugye megjegyezni. És Rákosinak és Gerőnek is egyre több ellensége vagy kritikusa lesz, akár a párton belül is. Nagyon fontos, ugye a DIC-nek, a Dolgozói Ifjak Szövetségének van egy fórum, a Petőfi Kör, ahol kommunisták, ezt is látjuk a képen, tehát DIC-tagok és PASZ-tagok, nevezzük őket reform kommunistáknak is már ekkor, kritizálják ezt a igazából nem jól működő rendszert. Persze nagyon óvatosan teszik ezt, inkább én gazdasági, társadalmi síkon akarják megközelíteni. És akkor eljön 56, amikor ugye Hruscsov nyilvánosan is leszámol Sztálinnal, tehát a szovjetek 20. kongresszusán elítéli Sztálint, tömeggyilkosnak nevezi. Ez egyértelműen Rákosi bukását is jelenti. Tehát ha már Sztálint így elítélték, akkor Rákosinak újra mennie kell, és most már nem lesz belőle első titkár, meg egyéb államelnök és ilyesmi funkció, hanem őt a Szovjetunióba szállítják. Az új első titkár az pedig Gerő Ernő lesz, ami hát ha bele gondolunk nem sokkal jobb, meg Gerő ugyanolyan ortodox kommunista, mint Rákosi. Láthatjuk tehát, hogy eljutunk szépen lassan 56-ig, hogy van egy igény arra, hogy az oroszok menjenek ki. Van egy igény arra, hogy visszajöjjön a Nagy Imre által képviselt vonal. Föntről, Moszkva felől is az az üzenet érkezik, hogy újra egy enyhülés következik, tehát kritizálják Sztálint és a sztálini tanítványokat, tehát jogos a magyar társadalomban ez az erjedés, de kicsit többet kezdenek el beszélni az emberek a politikáról, megindul egyfajta ilyen forrongás így alulról. Egy nagyon fontos stációja az 56. október 6-án, ugye nem sokára kitör a forradalom, Rajk Lászlónak a rehabilitálása és újra temetése. Mint tudjuk, ugye Rajk egy koncepciós per áldozata lett, ezért újra a rehabilitálás annyit jelent, hogy felmentették azok alól a bűnök alól, amik miatt kivégezték. Szegénynek ez már ugye sokat nem jelentett, de nagyon sokan megjelennek az újratemetésén, és ez egyfajta szimbolikus aktus. Nagy Imre is ott volt egyébként, szimbolikus aktus annak, hogy elítéli a társadalom a Rákosi rendszert, és változást akar. Na, jó sokat beszéltem, pedig nem akartam. Most jön még egy kis kitérő a nemzetiségi irányban, és utána pedig 1956 a téma. Köszönöm szépen!